csak a gyerekek voltak az életem része. Most is nyilvánvalóan, de hát ugye, hogy kisgyerek, odafigyelni, rájuk odafigyelni magamat azért igencsak elhanyagoltam sajnos, és hát nagyon-nagyon gyorsan szaladtak föl a kilók, és mindennel próbálkoztam, de tényleg, tehát élő bizonyítéka vagyok annak, hogy a jó-jó diéta mennyire hatástalan, hogy állandóan lefogytam 5 kilót, 10 kilót, 5-5, 10-et, 15-öt, 20-at vissza. Nagyon-nagyon rossz volt, és hát egyre rosszabbul éreztem magam, és hát igazából nagy nyomás senki nem gyakorolt rám. Se a férjem, se a családom többi tagja, hogy de fogyjál le, mert így nem vagy szép, így nem szerettünk, így nem. Szóval soha senki nem piszkált emiatt engem, de hát magamnak borzasztó volt. Minden napom nehézségbe ütközött, ugye minden mozdulatom, a cipőfűzés bekötéstől kezdve, a lépcsőn fölmenni, a gyerekeket fölemelni, utánuk szaladni, és hát tényleg az volt a vágyam, hogy egy kicsit úgy élhessek velük igazi családi életet, tehát menjek velük biciklizni, tollasozzunk, egyáltalán, tehát aktívabb anyuka lehessek. Én tudtam, hogy nekem csak ez hiányzik, de tényleg őszintén mondom, az, hogy nekem ne kelljen saját magammal foglalkozni. Tehát, hogy nekem, ugye én, hát nagy a család, én mindig főzök, és hát sajnos jó ízűen is főzök, és hát edni is nagyon szeretek. Igaza van abszolút a Volhák Zsuzsinak, és teljesen osztom a véleményét, hogy egy kis kockás füzetbe írni kell, amit az ember eszik egy nap, és annak az árát az egy Túró Ruditól a zsömlén keresztül, és nincs sok különbség a kettő között. Lehet, hogy egy 10 000 forinttal valóban havonta többbe fog kijönni, de egyszer az ember egy hétig vezesse ezt a füzetet, és egyértelműen kiderül, hogy azért mit költ saját magára egész nap. Nem tagadom egyáltalán, én minden nap jártam edzőterembe, azóta is járok, és nem csináltam semmi megerőltetőt, egyszerűen a futópadon elkezdtem gyalogolni. Szóval én csak köszönetet tudok mondani, mert nekem ez egy akkora lehetőség volt, és az, hogy én a családomnak ugyanúgy főztem, és ugyanúgy elláttam őket, de hogy magamról nem kellett gondoskodni, nem volt probléma, hogy jaj, de éhes vagyok, leemelem a kiflit a polcról, jaj, csak azt a csokikát, nem egyszerűen benyúltam a hűtőszekrénybe, és kivettem a saját kis dobozomat, ennél többet, ez egyszerűen fantasztikus volt. Úgyhogy magával, a gasztrojállal, 22-23 kilót értem el, arra megtanított mindenki, most is nagyon szeretek enni, és mindenkit csak biztatni tudok, mert tudom, hogy van élet a gasztrojál után is. Tehát amikor először azt gondoltam, hogy úristen, mi lesz majd, amikor elengedik a kezem, és nem fogom megkapni a dobozokat, és megoldani magam, de semmiről nem mondok le, azóta se, sőt, viszont gyakran eszem, és keveset. Tehát nem, nincs is már arra igényem, hogy háromszor szedjek töltött káposztát, vagy 17 szilvás gombócot egyek meg. Megeszem én is a szilvás gombócot, csak hármat. És nagyon jó étvágyjal. Hát az az igazság, hogy én még azért egy 10 kilótól szeretnék megszabadulni, tehát akkor lennék nagyon elégedett, hogyha még egy 10 kilótól sikerülne, de sikerülni is fog.